Leégett egy zalaegerszegi társasház két felső emelete. Úgy tudni, hogy a lángok a földszinten csaptak fel, ahonnan a tűz átterjedt az emeletre és a tetőtérre is, ami teljes terjedelmében lángolt. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották a tüzet. A lakókat a rendőrség segítségével kimenekítették az épületből. Most pedig kapcsolunk Zalaegerszegre. Továbbra is ott van Nagy Jenő. Elég régóta zajlik az oltás. Mi történik most? Jó estét kívánok! Lassan az utolsó simításokkal végeznek itt a tűzoltók. Már pakolnak össze. Szörnyű látvány. Egyszerűen az, ahogy ez a társasház leégett, ugye lehet látni, hogy a tetőszerkezet lényegében nem létezik. Tehát 24 lakást ürítettek ki. Azok, akik bent laktak, az a több mint fél száz ember egy életmunkáját veszített el. A lángok, a füst és a víz martalékává váltak a tulajdonaik nagy valószínűséggel. Számukra a Volán szinte azonnal küldött egy buszt, ahol beülhettek melegedni, ugyanis még esett az eső itt egy másfél órát, és utána a közösségi házba hívták össze a lakókat, hogy megoldják a problémáikat. Annyit tudok erről elmondani, hogy szinte mindenkinek sikerült szállást találnia, egyetlen egy család igényelt szállást, őket egy kollégiumban fogják elhelyezni. Kilátástalanság és tehetetlenség az, ami látszódott az arcokon. Senki nem tudja, hogy mi vár rá. Szörnyű tragédia, ami történt ezekkel az emberekkel. Valamennyi öröm ebben az ürömben az, hogy 8 ember enyhe füstmérgezés szenvedett, semmilyen komolyabb baleset nem történt ebből kifolyólag. Úgyhogy egyébként Zalaegerszegen civil összefogás, tehát a civilek is összefogtak, vállalkozók, magánemberek járkálnak itt vizet, ételt szállítva és szállást kínálva a bajba jutottaknak. Úgyhogy végeznek lassan a tűzoltók az oltással, szerencsére minden családnak lesz helye, úgy tűnik, hogy ma este fognak tudni hol aludni, egyébként a biztosítótól várnak majd a jövőben fejleményeket. Nagy Jenőnek Zalaegerszegről köszönjük szépen!